miután megnyertem az 500-et, azután volt kicsit nehezebb éjszakám. Tehát ott még pörögtek a gondolataim, és próbáltam feldolgozni, hogy mi is történt, és nagyon sok üzenetet kaptam, és jó volt kicsit azt olvasgatni, hogy az emberek itthonról nagyon szurkoltak és nagyon támogattak. A világ sporttörténelmét írta meg Liu Shaoang Ádó, hiszen 4 éremmel ő a legsikeresebb magyar téli olimpikon. Egyébként minden szám, amiben elindult, pontszerző helyezést ért, hogy mivel fogja most eltölteni az idejét, miután véget ért a téli olimpia, valamint a milánói világbajnokság, azt az Indexnek elmondja. Ádó, hát mielőtt elutaztál a téli olimpiára, egy nagyon különleges dolgot meséltél nekem, hogy az olimpia után el fogsz menni, és a lelkedet meg akarod tisztítani, méghozzá Perúba. Mennyire áll ez a helyzet még? Ugye mondtam, hogy ez egy hosszabb időszak lenne, tehát majdnem egy hónapos utazás lenne, mert ugye több helyre is megyünk. Viszont lehet, hogy most ketté szedjük, mert nem úgy jönnek majd ki az időpontok, hogy ilyen hosszú időszakra el tudjunk menni. Úgyhogy lehet, hogy majd egy 2-2 hetes utazás lesz ebből. Nagyon sok mindenen mentünk keresztül, borzasztóan hosszúnak tűnt ez a 4 év, és az ember megfárad egy kicsit, és kellenek ezek a pihenők, kellenek ezek az olyan percek, olyan órák, amikor ez csak magunkról szól, és tud az ember pihenni normálisan. Együtt sírtunk veled a képernyő előtt, de te mikor fogtad föl, mikor tudatosodott benned, hogy nem csak magyar történelmet, hanem világsport történelmet is írtál? 16 éves koromban megfogadtam magamnak, hogy nem szeretném úgy abba hagyni ezt a sportot, hogy nem írtam be magamat a történelembe, és nem tettem akár egy kisi pontot a történelem könyvbe, hiszen ez éltet, és ez vitt előre, és ez motivált mindig, és a mai napig ez motivál, hogy akár Milánóban még nagyobb történelmet írjunk. Ez egyébként nyomást helyez rád, hogy azért egy ilyen éremmel a nyakadban, vagy ennyi éremmel és ilyen dicsőségekkel, akkor ott már nem lehet lazsálni, vagy éppen ez a könnyebbség? Nem helyez rám nyomást, hiszen ezt az eredményt ezt én akartam elérni, ezt együtt akartuk elérni a csapattal. Nyomást abszolút nem tesz rám, én tudom, hogy nem fogok mindig nyerni, és tudom, hogy mindig lesznek olyanok, akik mindig jobbak lesznek nálam. Úgyhogy én ezzel úgy készülök, hogy most is lesz majd a közeljövőben hullámvasút. Mennyire érezted egyébként magadénak, egy kicsit otthoninak ezt az olimpiát, hiszen ugye a kettő származásotok miatt mondhatni, hogy nagyjából hazai is volt? Nagyon-nagyon lehetett érezni, és magán a szurkolópályán is ugye voltak hazai nézők. Nagyon sokan ordítottak le a lelátóról, hogy hajrá Ádó, hajrá Shaolin, úgyhogy mellettünk álltak abszolút, és mikor sétáltunk a faluban is, borzasztó nagy tömeg volt. Tehát nagyon az összes önkéntessel szerintem, hogyha nem csináltunk majdnem 2-3 képet, akkor egyszer sem. Tehát nagyon sokan voltak, nagyon sokan jöttek oda. Úgyhogy megtisztelő volt. Azt, hogy te pont az utazás előtt kaptad el a koronavírust, ez azért adott egy könnyebbséget, hogy akkor kint már nem kell attól rettegni az állandó pálcikától? Bíztam benne, hogy az orvosi stáb és a Magyar Kórházi Szövetség mindent megtesz azért, hogy én kint legyek. Olyan szinten igen, ez jobb volt, hogy nem kellett aggódjak, hogy újra elkapom, vagy újra pozitív leszek. Tehát ez egy olyan kicsit nyugodtabb volt így a lelkem. És meg azt áruld el, hogy megvan már az első szembejövő Ferrari? Ez a Ferrari téma, ez csak egy poén volt. Ahogy korábban nyilatkoztam, nyilván ezek az adatok publikusak, mindenki meg tudja nézni. És én próbálom okosan befektetni, tehát eddig se szórtam a pénzt, nem hiszem, hogy ezután is problémák lesznek oda. Látod magad nyugdíjas korodban egy ilyen korcsia élező vállalkozásban? Az, hogy mit hoz a jövő, azt még nehéz megmondani, hiszen tényleg most ezek lebegnek a szemem előtt, hogy világbajnokság, pihenés, és hosszú távra, nagyon hosszú távra az még ugye Milánó.